Forgatható. Na ezért nézzünk hátra egyébként, jó? Tűz, mert egy helyes lány alám kerül, azzal nincs baj, de én táblákat össze-vissza törni. Jó, megy a kettes, jó? De amúgy hiába mondod, terhelhető, vagy bírod te ezt. Igen, a fizikai terhelés, az világéletemben bírtam. Teljesen rendben. Mentálisan volt, van az, hogy most a segély kicsit meg vagyok nyekkenve. De majd helyreállsz, nem? Na, persze. Az egész családban én vagyok mindig ez az első, aki valami van, akkor én teszem magamat rendben, lehetőleg gyorsabban. Rendeződött egy picit a dolgot? Nem. Na, jó, akkor nem is firtatom. Gáz el és megy a hármas. Szépen fordult a csukló, de jó volt. Hát, az nem jó, az nem jó. Hát én nem tudom, mi van most nálam, mert a feleség egy kicsit ilyen tisztisebb. Most olyan napjai vannak. A gyerekekkel. Jó, a gyerekek meg ugye el vannak most túlva, vége a sulinak, semmit nem akarnak csinálni, segíteni, tudod? És akkor megy a viszti. De amúgy igaza van, tehát mert tényleg mindenért szólnunk, hogy vidd ki a szemetet, ne ahogy a tehet, szedd össze magad utána, cuccos, tudod? Nagyon jó a tempód most már, tényleg ügyes. Meg most már úgy, tudod, nem izgulok érted, mint eddig, mert egy mindig úgy van, hogy egy bizonyos ideig izgulok a tanulókkal, hogy legyen sikerélmény, úgy menjetek haza, hogy ne legyen baj. De most már úgy látom, hogy kezded összerakni, igaz? Úgy kezded elkapni. Kicsit vissza a magást, igen. Ettől függetlenül, hogy azért kicsit a dízellel nyűgösebb. Nem jön ki? Jó van? Marad. Marad. Lehet többször ki kéne tennem a táblát, majd a Yaris-ra is. Csak poénból. Mondjuk tényleg így a vizsgó után eleinte, hogyha még kiteszem, mert nem tudom, biztonságérzetet ad az a kis én kitenném. Soha nem értünk egyet, én kitenném. Sok oktató azt mondja, hogy nem, meg csak szivatnak, de inkább poénosan szivassanak, mint hogy belájnak a seggedbe és agresszíven nyomják a dudát. Ugye nem mindegy azért, ugye érted? Igen, igen, ezért gondoltam én is, hogy szerintem megkapom a jogsit, aztán szerintem még felhagyom majd a Yaris-on. Nekem egy kicsit rosszul esett egyébként, hogy ez így, hogy megelőzött. Jó. Picit rosszul esett egyébként, amikor én régen felhagytam az autómon, mert új autóval oktattam és bejáratos volt. És mentünk Pestre vele, és ugye nem hajtottam. Gödröket is azért ugye mindig kerülgetem, meg hát még finoman jártam vele. Magyarul nem mindig a megengedett sebesség körül. És hallod, amilyen dudákat kaptam én, pedig direkt föltettem azt a mágneses T-táblát, tudod, hátulra, mint a tanuló lennék. Nem tudták, hogy én egy oktató vagyok, meg oktatókocsi, és nyomták is bele a seggembe. Tehát azért az rosszul esett, hogy tényleg nem voltak kedvesek velem, basszus. Pedig nem, tehát a 90 helyet nem mondjuk 50-nel mentem, hanem mondjuk 70-nel vagy 65-70-nel a szarúton, tudod, arra ment, de meg szecső között. De kicsit rosszul esett, de hát ez van. De mondom, hülyék mindig vannak, igaz? Szóval 5 percenként jönnek, helyik anyagok, jönnek. Igen. Nem folyószélesen a kövét. Azaz, jól mondod, jobbra kanyarod. Mi következik? Igen? Jelzel. Igen? Fék, 2. Ide jelezzél, azzal indíts, mindig a jelzéssel indítunk. Igen, ne fékezzünk. Nézz a tükörbe? Szegény hülyétkap mögöttünk, jó? Jön a kuplunk. Egy picit most megleptelek ezzel a hirtelen kanyarral, igaz? De ez fontos, de... hogy kezd el az irányjelzővel, jó? Uh-huh. Aztán elengeded a gázt, ugye? Uh-huh. Akkor tükörbe kellene nézegetned, sűrűbben, és azonnal kettes, ha megértük azt a tempót, hogy vissza tudod tenni. Tehát az olyan 20 és 30 között valahogy, ugye ez autófüggő. Tehát én mindig mondom, ilyen biciklis tempónál már kettes, jó? Tehát ez egy kerékpáros tempó, most is képviselsz. Légy szíves majd a következő lehetőségnél, ami egyébként egy segítséggel jár, látod, mert ott van kitéve újra a 30, ott elmegyünk balra. Jó. Aztán elmegyünk ütközésig. Jó. És nem mindegy, minek ütközünk. Kérdeztek, kérdezünk. Gáze. Minek az ütközéséig. Igen. Oldalra nézel, nem előztek rád, egy picit hagysz helyet, igen. És bevarrod, forgathatod. Kuplunk be, nem ijedünk meg. Igen, szia. Na, ilyenkor kell a kuplunk és pici fék, jó? Mm-hmm. Érezted? Most én tartottam a kuplungot. Téd a kocsit. Megijedtél, mi? És milyen érdekes, hogy mondtam is ugye, hogy nagyobb ívbe, hogy hagyjunk helyet. Be is jött, mert jött ki az autó. Tehát, igen, nem húzhatod be közé. Igen, és nézd meg, ez a Murphy.
Sehol senki. Lehet, hogy egy óráig nem jön senki. Mm-hmm. Akkor, amikor együtt odaértünk, akkor pont jött, ugye? Mm-hmm. Na, mehet is a gáz. Szép az a gáz. Kóka City. Jó, mi következik? Nézzed csak, kezdel, ugye keresztedés felismerése, maci sajt, pici fék. Maci sajtnál egyes, de nem kapkodunk, és ha lehet, ne állj meg teljesen, igen. Erre gondoltam, igen? Teljesen? Aha, igen, nem szóltam, én nem dobod el. Ugye megbeszéltük, hogy ütközésig, és a temetők akkor ott ütközünk. Onnan már nem kell messzire vinni minket, na már is a gáz. Nagyon morbid, hogy gázel és kettes. Hol az a kuplung? Na most már kifárasztottál, igaz? Nem, de kuplung nélkül nem váltunk, jó? Nem kéne olyannak lenni, amit tanácsba fáradt. De komolyan. Bemegy az úgy is, tudod? Ez nem, mint a bugyi fennmarad, de megy, az csak nehezebben. Na jó, nem rosszak. De amúgy tényleg ezt a példát szoktam felhozni, így talán meg is jegyzitek, hogy kuplung nélkül ne is nyúkálj a váltóhoz. Na most egy olyan dolgot csinálunk, hogy elmegyünk balra. Gázt elengedheted, megint ugyanaz a szitu, hogy maci sajt, igen, bekuplungozó. Jelzés, az nagyon fontos, igen. És a maci sajtnál behelyezed egyesbe, és most nem menjünk előrébb nagyon, csak hogy kilás megy az egyes, igen, de picit azért menj előrébb. Magyarul nem szeretnék fölmenni a domb tetejére, gyere a kuplungak, nagyon hamar átállnak, látod? Igen, mehetünk, mehetünk, nem mehetünk, és itt megállsz. Hogy ne kelljen én nagyon nagy emelkedőn elindulnod, jó? Tehát most életszerűen megyünk jelzés balra továbbra is, hogy visszapattam. Innen jó vagy végig, látod? Akkor most indulsz, gyere a kuplunga, ne félj tőle, gyere! De megtartod ugyanúgy. Gyönyörű, sokat lesz egy, mert átesel a túloldal. És hadd szóljon. Mi hiányzik? Gáz. Igen. Majd. Megy a kettes. Te úgy csinálod egyébként, ne izgulj, más is így csinálja, mint te meg vagy. Hogy te átérsz, nagyon boldog vagy, csak a kocsi segge még ott van a túloldalon, jó? Tehát erre figyelj, hogy az is átérjen a kocsi előtt, jó? Ti szoktatok innen rendelni? Vagy van kókán étterem, vagy ilyen? Van kókán, és itt tök ilyen kis pizzeria. Ilyen pizzeria, azt emlékszem, hogy igen. Meg hát van egy három csillagos hotel, igen, kérem, igen, megy a hármas. Egyébként ez nem rossz. Nem, vagy neked nem jön be? Hát én imádom a Cinege Hotel. Na azt mondom, szerintem ez nem rossz. Olyan jó kis iskolán... Sose voltam, de csak jókat hallok róla. Ugye? Nem elég, hogy a kiszolgálás nagyon jó, de hogy olyan film kajáig van. Az egyik srác nálam vezet, az egyik pincés srác. Kajak? Igen. Gázt elengedheted? Igen. Az Alex. Amelyre vezet a főút, jó? Maradunk úton? Maradunk. Nagyon jó. Pinduri gáz. Hol menjen. Jobbra fogunk kanyarodni, tehát elengeded a gázt. Teljesen elengedett. Jobb tükör, jelzés, fék, kettő. Látod? Most hagytam időt. Vissza kettes? Igenis. Csúsztatod majd csak a kuplungot, hogy ne dobd föl, mert akkor ugye begyorsul. Igen, és akkor mehetünk is. Forgat, 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 és kicsit vissza, így van. És hol az a kuplunk? Ezt a buzigödröt. Bocsánat, de csúnya volt. Csak ugye nem láttam a... Nem láttam a pocsolyáterés. Miért volt? Érezte a hátam. Ezt a buzigödröt. Na, kanyarodjunk el jobbra. Ezt tényleg ezt nem mondtam, jó? Ez nagyon csúnya volt. De az megint más, hogy ilyen szleng bedobott, tudod, forgatatod, vagy érdekel, ez hogy csúnyán beszélt, de ez valahogy így most kicsúszott. Mint ha én vezettem volna, tudod. Csak kizettel én vagyok. Na menjünk el jobbra, légy szíves. Beengednek ebbe az utcába? Látsz valamilyen táblát, ami nem enged? Jelzés, menjünk? Nincs, hát, ugye? Van, nincs. Sajtjuk, beforgatod. Igen, de a tiltás az rád nem vonatkozik, csak ha 3,5 tonna fölött lennék. Az meg azért, ahhoz még sokat kell. Ahhoz még sokat kell lennem. Jó, tehát ez inkább teherautókra vonatkozik, mm-hmm. Tudod? Tehát itt már tényleg a 3500 megengedett legnagyobb ösztömeget meghaladó jármű. Mm-hmm. Ennek általában ugye ezek az önsúlyon 1200-1300 kg, ezon 1800 kg jelent ez a kocsi. Mm-hmm. Tehát megterhelve, lopott valamival, tankkal, velünk, ezen 1008-at lehet vinni, tehát ez röhögve benne vagy a tűrésben, jó?
megnézed, hogy kinek van elsőbsége, nézd be a jobbkezesbe, hogy az-e. Látod, én ezt